Sziasztok! Üdv a vízhangos, üres, félig üres lakásban. Gyertek be! Nem sokat fogtok látni jelen pillanatban, viszont elmondom, hogy mi hol lesz. Üdv az előszobában. Hú! Bocs a vízhangért. Szóval néztünk egy lakást máshol, de ott minden pöpec volt. Volt extra kamra, volt extra gardrób, hatalmas, szép kilátás, minden. És kimentünk, és körülbelül a konyhától az ajtóig el tudtam volna úgy jutni, hogy nem tudom letenni se a cipőmet, se a kabátomat. És nagyon sok időt töltöttünk, beleszerettünk abba a lakásba, de egyszerűen nem lehetett előszobát kialakítani. És ezért nálam van most egy 6 éves kisfiú, vagyunk mi, nincsen annyira sok cuccunk, de azért egy kabátot. Tehát így körülbelül ennyi volt, tehát így az ajtó volt végig a folyosó. Egy kampót nem tudtam volna felrakni, nem tudtam volna rakni a cipőmet, semmit. Úgyhogy végül ez a lakás lett, és azért is, mert hogy konkrétan ez itt végig előszobaszekrény lesz. Itt ez sajnos csak 50-es mélységű, amiben a kabát nem fér be, úgyhogy itt lesz majd egy ilyen kis szivacsos beülő. Itt fogjuk venni a cipőt. Mellette lesz hatalmas szekrény, végig plafonig érő szekrény. Mellette lesz cipős szekrény, aztán akasztós szekrény. Ide pedig szeretnék majd egy kis lerakóasztalt, csak dekorációval. És hát ezt az elején, amikor megnéztük a lakást, akkor ez nem volt számomra ennyire egyértelmű, de itt egy dilatációs pont van, ami azt jelenti, hogy ugye újépítésű házaknál amúgy is van egy csomó repedés, itt viszont nagyon sok repedés lesz pont, tehát ez csak szilóval van kihúzva, pont azért, hogy tudjon mozogni a ház, de kb. Egy hete volt megjavítva a kis repedések, és már most megjelentek például ott. Szóval ezzel együtt kell élnünk. Ide végig tükröt szerettem volna, de pont ugye a dilatációs csík miatt ez nem feltétlenül lehetséges. Meg, mint láthatjátok, nem tudom mennyire látszódik a kamerában, de ez nem egyenes. Tehát a lakásunk nagy része nem egyenes falakból áll. Azért is szoktam mondani poénból, hogy a dilatációs csík azért, mert nem egyenes falaink vannak, a konyhában az oszlop, amit majd mindjárt megmutatok, és a dolgozószoba északi sarka az, ami miatt meg tudtuk venni ezt a lakást. Szóval ez az előszoba. Beérkezünk, lerakjuk a kulcsokat, lesz itt egy kis fiokos szekrény, fiokrendszerezőkkel, letisztult lesz az egész. Aztán belépünk ide, és tada! Ez kb. Az, majdnem az egyetlen bútor, ami benne van. Ez az étkezőnk. Ugye már Instagramon és a különböző social media felületeken már láthattátok, hogy elkezdtünk prémium luxus bútorokkal, világítás technikával is foglalkozni, és hát ki lennénk, hogyha nem a saját webáruházamból vásárolnék be bútorokat is. Úgyhogy a székek, illetve az asztal is, az egyéb kiegészítők, és igen, a lufi kutya is megvásároltam kívülbelül boldogságba a váruházban. És nem tudom, hogy mennyire adja át ez a kamera, de ez ugye egy üveglap, és alatta pedig égetett fa van, úgyhogy ez a kis különlegessége ennek. És mivel hárman vagyunk, ezért négy szék bőven elég. És itt pedig van egy fogantyú, ami nagyon-nagyon megtetszett. Úgyhogy azért választottam ezt. És természetesen még lesz egy csomó felújítás, még a világítást arra kell vésetni. Mi már abban a stádiumban vettük meg ugye a lakást, amikor már nem lehetett semmit se csinálni. Tehát nem az van, hogy 5 éve várunk rá, és minden egyes műszaki dolognál átraktuk a kapcsolókat. Nem, amikor mi már megnéztük, akkor minden nagyjából kész volt. Ezért sajnos nagyon sok apróságot kell csinálni, ami majd hát hihetetlen nagy porra jár, de például a lámpa az nem jó, mert a lámpa alatt kellene, hogy legyen ugye pont a körasztal, és hogyha a körasztal itt van, akkor ezt a széket kell, nem is fogjuk tudni használni,
mert ez vezet hátra. Úgyhogy egy picit arra kell majd mozdítani mindent, nem sokkal, de majd arra kell mozdítani mindent, hogy a szép lámpa az itt lehessen pont az asztalon felett. Természetesen ide még jön minden, ezek nem itt lesznek, csak most leraktuk, mert körülbelül ez az egyetlen hely, ahova úgy nagyjából le tudjuk rakni. Úgyhogy ezek most csak úgy ide lettek nagyjából téve. Ezzel a hatalmas vázával ezen még barátkozunk, mivel én ugye nem vagyok annyira növényes, most próbálok az lenni, úgyhogy majd meg kell tapasztalnom, hogy ezt a fajta vázához milyen fajta növények vagy virág, milyen fajta vágott virág élik. A lényeg, hogy nem tetszik a vázat, de még kíváncsi vagyok, hogy milyen vágott virág élik be. Aztán ez a fal egyelőre üresnek tervezzük, tehát nem lesz ide semmi, max valami festmény vagy egy apró dekoráció, de hogy alapvetően ezzel még nem terveztünk semmit. A karnis is majd ide fog felkerülni az ablakokhoz, és ez egy fekete karnis, ez most az Umbrától van, ez is ugye a webáruházban van. Előre ide feketét szerettünk volna, mint ugye láthatjátok, ez az arany és fekete keveredik nálunk, úgyhogy ide majd fekete karnisok lesznek, bentre pedig majd teljesen másfajta karnisokat fogunk kitalálni. Üdv a konyhában! Szóval ez lesz a konyha, és ez a csodálatos oszlop az az egyik olyan dolog, ami miatt valószínűleg meg tudtuk venni ezt az ingatlant, mert ezt nem lehet elmozdítani. És az eredeti terv alapján, tudjátok, hogy nem főzök olyan sokat, viszont az eredeti terv alapján ez lett volna a konyha. Mi most ezt megnöveljük, és hát így konkrétan így ide beléptem volna, és így ez lett volna a konyha. Tehát, hogy így még azt mondom, hogy még nekem is kicsi lenne. És ez az egyik kompromisszum ebben a lakásban, hogy nem lesz kamerám. És gardróbom majd lesz, viszont kamerám nem lesz. Úgyhogy ezt mindenképpen megnöveljük. Itt ezt meg fogjuk csinálni a hideg burkolatot, tehát itt még vésni kell hideg burkolatot felrakni, hogy a meleg burkolat helyére, és akkor meg itt fogok én itt kilibbenni, amikor természetesen megfőzök mindent a teraszra, mert ott hatalmas teraszunk van szerencsére, nem 50 négyzetméter vagy ilyenek, lehetetlenség lenne azt tisztán tartani, de ezért nagyobb, mint az előző teraszom, és akkor itt fogok kimenni, és akkor kint is tudunk majd enni, mert ez a férjemnek nagyon-nagyon fontos. És ugye végig itt lesz egy ilyen elben a konyhám, és itt az oszlopnál pedig egy pár asztalt fogunk felhúzni, és ez volt az én egyik kérésem, hogy én mindenképpen pár asztalos konyhát szerettem volna, úgyhogy így oldjuk meg igazából, hogy itt az az oszlopnál végig lesz egy bár asztal, és ezeket a kis bárszékeket választottam ki. Ez ugye nem fekete, ez a stone velvet, ami ez a kőszürke bársony anyag lesz, úgyhogy majd itt fogok reggelizni a kisfiammal, mert általában ketten szoktunk morcosan reggelizni. És majd azt akkor fogjuk használni nagy valószínűséggel, hogyha hárman eszünk. Vagy hárman eszünk úgy, hogy nem kint eszünk, mert hogyha hárman eszünk, vagy a férjem is eszik, akkor hogyha nem esik az eső kávé, akkor ő a kintet preferálja. Úgyhogy itt lesz végig, és akkor a bárasztalnak ennek a része, ez pedig ilyen fiókos lesz. És ugye a konyha tervezés során először elkezdtem pestigabóval, napberendezővel a konyhát kialakítani és megtervezni, és utána a megvalósításnál még a konyhaszakértő Pál Attila, ugye a vezetője, ő hozzájuk mentem el, ott még átalakítottunk pár olyan apróságot, ami nagyon-nagyon fontos volt, mint konyhaszakértő elmondta, hogy mekkora legyen a pult, hogyan rakjuk át a fogantyúkat, hogyan alakítsuk át például a felső szekrényeket, hogy könnyű legyen kinyitni. Szóval az inspirációt elkezdte Pesti Gabó, és a megvalósítás remélhetőleg már gyártásban van. A konyhaszakértő csapata fogja megvalósítani, úgyhogy remélhetőleg ez egy ilyen 3 héten belül meg lesz, úgyhogy addig nem is lakunk itt jelen pillanatban, mert nincsen konyha.
és bármit tettem, hogy nem főzök sokat, azért egy gluténmentes szendvicset meg szeretném csinálni itt reggelente. És ha elhagyjuk a konyhát, és átlépünk a nappaliba, akkor a nappaliban ez egy L-alakú kanapé lesz, és nem tudom, hogy ez mennyire lesz zavaró, de ezt is valószínűleg ezt a lámpát is majd egy picit előrébb fogjuk fúrni. A bárasztal felett is lesz majd egy csodaszép lámpa, csak hát itt még konkrétan nincs is lámpa, tehát végig kell majd vésni, úgyhogy az előképésztől Viktor fog jönni. Viktor már ismeritek, több felújítós videómban szerepel, úgyhogy várjuk Viktort, hogy véssen, alakítson át mindent. Szóval itt lesz egy L-es kanapé, itt lesz egy dohányzóasztal, amit valószínű lábtartásra fogunk használni. A kanapénál fontos volt a férjemnél, hogy el tudjam feküdni, és én is mellé tudjak feküdni, mert itt szoktunk néha gyakran nézni sorozatot, úgyhogy nálunk ez egy prioritás volt, tehát nagyjából ez lesz itt. És itt már elkezdődött ez a TV összeszerelés, mert ez volt az egyik top prioritás, hogy az internet meglegyen, és nem tudom, de hogy meglepődtem, hogy az internet sokkal fontosabb volt, mint hogy konyhánk legyen, és ez egy, szerintem ez egy borzasztó dolog, viszont csak úgy tudunk itt innen dolgozni home office-ban, csak úgy tudjuk elintézni a dolgokat, utána nézni, megrendelni a különböző háztartási gépeket és az egyéb dolgokat, hogyha van internetünk is, most az átmeneti szálláson, ahol vagyunk, vicces, hogy átmeneti szállásnak hívom, szóval a nagyon pici lakásban, amiben most átmenetileg vagyunk, és én matracon felváltva a férjemmel alszunk, mert csak egy francia ágy van, ott nincsen internet, úgyhogy most ide jövünk internetért. Szóval itt már elkezdett kialakulni, itt már gyorsan beraktam ugye ezt a, ez is ugye a bevárlóházban van, ez a kábel rendszerező tartó, és itt már beraktam a hosszabbítót. Ez kis állatoknál vagy gyerekeknél nagyon fontos, hogy ne nyúljanak általában a konnektorhoz, de nálam esztétikai kérdés is, hogy legalább akkor az ott van, és az viszonylag tiszta, mert az új építésű lakást eléggé, mondjuk úgy, hogy koszosan hagyták itt nekünk tisztítás után, pedig megígérték, hogy nagyon tiszta lesz, viszont mindenhol ilyen raktapaszok, csíkok és egyéb dolgok vannak a lakásban. És ami egy kérdés felétek, ez is ugye már megvásárolható a webáruházban, tehát ilyen kiegészítők is vannak, ezek mind gyertyatartók. Tudom, hogy igen nagynak tűnnek azok is, de ezek dekorációs gyertyatartók. És most mindegyiket ide hoztam, hogy megnézzem, hogy melyik illik majd leginkább be az interiőrbe. Most már hívhatom így is. És ezek különböző gyertyatartók, és igen, ez nem egy ágytál, vagy nem tudom, minek hívtátok Instagramon, de be kell rakni egy hatalmas gyertyákat. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy egy, kettő vagy három legyen itt. Tehát most úgy, hogy megnéztétek azért nagyjából a lakást, melyik gyertyatartó az, ami tetszik. És ezen még gondolkodunk, hogy mert ide a dohányzóasztal még ide jön, szóval ezen gondolkodunk, ez egy kis lerakóasztal, ez gondolkodok, hogy bejöjjön, ez egy saktábla, és a kisfiammal nagyon, látjátok, minden poros, kisfiammal nagyon szerető mostanában sakkozni. Szóval nagyjából ennyi a félig üres lakásbemutató, és természetesen ezt a sorozatot most elneveztem lakásból otthonra, mert úgy éreztem, hogy az, hogy van egy üres lakásunk, az nem otthonos még most sem. Úgyhogy ebben lesz egy csomó rész, és hogyha írtok kérdéseket a videó alá, vagy bármilyen észrevételetek van, akkor ezt a következő videóban fel fogom dolgozni. Úgyhogy kérdezzetek akár biztosítással kapcsolatban, hitelfelvétellel kapcsolatban, egyenleges csomók és újépítési ingatlan vásárlással kapcsolatban, egyéb felújítás, takarítás, háztartással kapcsolatos kérdéseket kell feltesznek, akkor ezt a következő videóban a sorozatból majd feldolgozom és megpróbálok rá válaszolni. Vagy hogyha olyan kérdés, akkor csinálok belőle egy teljesen különálló videót. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és érdeklődtök a lakásprojekt iránt. Szépen lassan a következő hónapokban ez meg fog történni. Nemrégen bő egy hete vettük át az ingatlan kulcsal, úgyhogy most azért nézünk ki így, de úgy gondoltam, hogy megmutatom a jót és a rosszat a
lakás, vásárlás és költözés szempontjában. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és találkozunk következő videóban. Addig is, hogyha még nem követnétek TikTokon, vagy Instagramon, esetleg Facebookon, akkor a Kívülbelül Boldogság accountokon megtaláltok. Köszönöm szépen, sziasztok!